És meg is érkeztünk a sziget keleti részén lévő Kivenguába. És ez az ágyunk. És ez itt a kávé sarok, ez pedig a fürdőszoba. Kapunk egy ilyen beach bag-et, nagyon aranyos. Korán reggel itt hegymászás kell, hogy ételhez jussak. Mindjárt fél tíz. És itt is a beach. Very nice. És most berontok a vízbe. Megállás nélkül. Tudják, hogy nagy étkűek vagyunk, úgyhogy a legközelebbi szobát adták. Elsétizünk a Stéges étterembe. Woohoo! Sétálgatás a parton, mert egész nap tespedünk. Hát nem az én ötletem volt, hogy ne tespedjünk még tovább. Én már mennék vissza, úgyhogy megyek is. Már írtam egy Eats review-t erről, úgyhogy most bemutatom a hatását. Nem mosunk kezet? Adsz egy kis izé? Mondtam. Víz? Milyen? Már nagyon kis. Félrenyeltem. Félrenyeltem. Oh. Nagyon csí. Megyünk a vízbe. Nagyon meleg van. Mi? Az most miért kell egy kő a kezedbe? Jaj, de szép! Le kéne menni. Ki megy le előbb, te vagy én? Vert. Ijjúj! Már. De nem mentél le nyakig. De itt most... Hát fussál, csak fussál, nem tudom fog-e. Ti mi van, ha biztos? Dobjál! Hú, elkapta! Ki kell húznom a vízből, mert fél, hogy kibicsaklik a bokája a gödrön. Sok dolog nem történik, most megyünk enni, így kettő tájékán. Leszerveztük a holnapi nagy túrát. Amiről még nem beszéltünk, hogy mi a véleményed a szafariról? A szafari nagyon jó volt, kicsit unalmas volt, mert így a harmadik, negyedik, inkább a harmadik nap egy picit unalmas volt, a kráteres, de amúgy nagyon jó volt, és az utolsó nap azt hittem, hogy még unalmasabb lesz, de aztán tök jó lett, mert láttunk nagyon közelről fánit, meg többször oroszlánt, és tök jó volt. Úgyhogy nem bántam meg. Te? Én se. Nekem is tetszett. Ja. Hát igen, ugyanezt tudom elmondani, ez a harmadik napban rengeteg autózás volt, ez nagyon sok volt mind a kettőnknek, és hát ugye Szerengeti... De legalább volt egy defekt. Igen, egy defekt is volt. A Szerengeti az kicsit úgy most ki volt ürülve a többihez képest, mert nem volt annyira sok állat, de az ottani szállásunk az valami hihetetlenül gyönyörű volt.
Úgyhogy az egy hatalmas élmény volt, nekem legalábbis az volt a kedvencem. Nekem is. Igen. Összességében nagyon jó volt, mindegyik nemzeti park tetszett, mindegyik más melyik volt. Melyik állat volt a kedvenced? Kedvencem, hát így most kiderült, hogy igazából az zebrákat szeretem a legjobban, nagyon aranyosak. Abból legalább volt nagyon sok. Igen. Meg az elefántokat is, egy csomó kis elefánt volt, mert pont most ez az időszak, amikor a babák érkeznek. Mit fogunk csinálni? Jetskizni. És te fogod fogni a kamerát. Juhu! Hát ez nagyon jó volt, első tánc jetski, kicsit görcsöl a tenyerem, mint a bachelor party-s gokártozásnál, de nagyon jó volt, csak hát nem tudom, hogy mikor lehet annyira engedni, vagy mikor nem. Dóri meg úgy kapaszkodott, életért kapaszkodott. Nagyon kapaszkodtam, a combom is fáj, karommal szorítottam, meg közben vettem az eseményeket. Hát, meg ja, ugye nem volt rajtam szemüveg, mert azt mondták, hogy inkább nem, mert ha beleesik, akkor nehezen találjuk meg. És így egy csomószor az arcomba, meg a szemembe jött a víz, úgyhogy emiatt annyira nem volt jó. A nagy izgalmakra vettem egy ilyet. Spice tour, Spice Girls, Spice tour, Spice Girls. The all which I've seen here, this is the lemongrass. The place where we plant lemongrass. Thailand. Okay. So. That's why you know it. Yes. You know this one? Ah. So this is the lipstick fruits, yeah? Lipstick fruit, yeah? Yes. It's the name. Yeah. Ah. Lipstick fruits. Come here. Yes. Yes. Ez a vanília. Még arra se képes, hogy egymagába megálljon. Kell mellé ültetni egy másik fát. Szóval meg kell tippelni az összesnél, hogy mi micsoda, és a Dóri az összeset tudja, úgyhogy nem is fán ez a túr így. Fáról szedett papaja. Mamaja. 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 Mert csak a lányfa csinál gyümölcsöt. This one, the leaves mm-hmm. and the back, then we prepare tea. Mm. This tea, you don't need to add the sugar because naturally there is a sugar in the back there. Tudtátok, hogy a fahéjnak a gyökere a mentol? Most már tudjátok. And we make also the cool. You see, the perfume looks like sea, eh? Yeah. So for the medicine. Szóval csinálnak itt egy csomóféle parfümöt, szappant, meg ilyen kenőcsöt is. Végre van egy rendes nyakkendőm. A parigyani, ürkulisztána, egy divagyeni, makari viswa. Most pedig megyünk a Prison Islandre. Ah, okay. Itt vagyunk a Prison Islanden, ami azért Prison Island, mert sosem volt prison itt. Wow,
Ez itt a kilátás. Na, de picik ezek, nem? De jó pofa! Nem is félnek az embertől. Jó pofa? Ő itt a legöregebb, 197 éves kis teknős. Fun fact, hogy meg kell masszírozni, és akkor felállnak. Illetve ilyen 0-tól 5 éves korukig így külön élnek abban a kis ketrecben, mert megtámadják madarak, meg még gyengék, meg össze tudja nyomni őket a fa, meg az idősebbek. Ez az egyél spanom. Te nem is kérsz. Valamelyik már nem szeretne enni, mert úgy tele van. Ez itt az Old Fort. Itt született Freddie Mercury. A haladag kevés volt. Na hát voltunk egy jól kinéző kávézóban. Espresso, cortado. Én még nem kóstoltam meg, Dóri azt mondta, a cortadóra nem rossz, megkóstoltam. Nagyon rossz, túl meleg és keserű. Úgyhogy le is szittam, hogy ennyi év után azt mondja erre, hogy nem rossz. Az itteniekhez képest ez egy jó kávé. Az itt csak ilyen mosolyos. Utolsó teljes nap itt, holnap este indulunk haza. Maradj lent, nagyon jó! Bejöttem ide a híd alá, gondoltam mesélek az itteni szavakról. Van a jumbo, amit úgy írnak, hogy jambó, és ez ilyen köszönés, hogy jumbo, és mindenki jumbo. Van a pole-pole, ami az itteni lifestyle, ami ilyen easy-easy, szóval semmiért nem aggódunk, ez vagyok én. Hakuna Matata, hát ezt így mondják, hogy így szép az élet, ez is ilyen üdvözlés, ezt is mondják így mindenre. Ja, van a karibu, az ilyen szívesen, ezekkel a szavakkal elég jól el lehet itt lenni.
utolsó nap, ma megyünk haza, de még csak egy óra, és 11 után megy a gép, szóval még itt chillelünk. Megvolt az itteni utolsó ebédünk, nagyon finom volt, és most megyünk vissza dögleni. Utolsó fürcsizésünk itt, szép hínáros a víz most. Mint aki meghullad mindjárt. Júj, mindjárt bevered a térded. Szóval itt a parton nem tudsz úgy menni 10 métert, hogy ne szólítan le egy helyi, aki be akar téríteni a saját kis shopjába. De én már csak ignorálni szoktam őket, szóval annyira már le se szólítanak. Vagy elrohanok. Emlékeztek arra a terminálra, ahol leszálltunk, meg eddig voltunk? Na, ez a másik. És itt is vagyunk a reptéren, még a Nász útnak. 15 fok szél, very nice.